Jó napot kívánok! Ez a Szeretlek Magyarország média csatornája és a Karantén Info. Én Ganzler Orsolya vagyok. Azért indítottuk ezt az adássorozatunkat, mert hétről hétre újabb kérdéseket szeretnénk körüljárni, amik a járványhelyzet miatt foglalkoztatnak bennünket, és a koronavírus hetek óta betört az életünkbe, és mindig újabb és újabb kérdéseket vet fel. Ma arról lett szó, hogy a gazdasági életre milyen hatást gyakorol ez a járványhelyzet. Rengeteg prognózis hallhattunk már az elmúlt hetekben, hogy még nagyobb gazdasági válság jön, mint amit eddig megélhettünk, hogy rengeteg lesz a munkanélküli, hogy gyengül a forint, és a többi. Ma egy kicsit annak járunk utána, hogy tényleg a hétköznapi életünkre ez hogyan van hatással, mik a prognózisok, egyáltalán lehet-e látni, hogy mit hoz ez a jövőben, és hogyan éljük meg napjainkban a munkavállalói oldalról azt, hogy a járványhelyzet napról napja alakítja a hétköznapjainkat. Ebben segítségünkre lesznek szakértő vendégeink, köszöntöm őket, Cser Tamás a Hold alapkezelőtől. Üdvözlöm a nézőket. És Székely Tamás a Szakszervezetek Országos Szövetségétől. Szép napot kívánok! Köszöntöm önöket. Gyorsan egy bemelegítő kérdésként, mennyire gyakran fordul elő, hogy önöket pont azzal zaklatják, vagy azt kérdezik ismerősi körben, vagy akár szakmai körökben, hogy mi várható, most mit csinálják a befektetéseimmel, vagy akár, hogy kell-e félnem attól, hogy nem lesz munkám, és mit tudnak válaszolni. Gyorsan akkor először Cser Tamást kérdezem. Hát az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor ugye, tőkepiacon dolgozva a válságok idején rendkívül felgyorsulnak az események. A piacokon is úgy éljük meg, hogy háromszor, négyszer olyan gyorsan történnek a dolgok, mint más időpontokban, és nagyjából ez leírható a megkeresések számában is, nagyon, nagyon megnőtt a aktivitásuk, mint a írott sajtóból, podcastokból. Én azt tudom elmondani, hogy ugye napról napra tragikusabb adatok érkeznek, és egyre több cég jelenti be azt, hogy tömeges, illetve csoportos létszámleépítésre kényszerül a válság következtében. Biztos, hogy egészen tutit nem lehet mondani, de nagyon fontos az, hogy ott, ahol van szakszervezet, miben tud megállapodni a munkáltatókkal, és ebben próbálunk mi egy nagyon komoly háttérmunkát, szakmai munkát adni azon szervezeteink számára, akik hozzánk fordulnak, illetve akik ebbe a helyzetbe kerülnek. Ugye, hogy minden nap érkeznek adatok, ezt most önök is mondták, járványgörbéket nézegetünk hetek óta, meg otthon ülünk önkéntes karanténban, és próbáljuk megfejteni, hogy mi mit jelent, akár az, hogy nő a megbetegedések száma, meg akár az, hogy zuhan-e a forint. De ezek a mindenféle ábrák és görbék, ezek mit jelentenek a gazdasági elemzőnek, vagy mit lehet belőle kiolvasni, és akár abból is, hogy milyen intézkedések társulnak ehhez, mert hogy ha visszafogjuk a gazdasági életet, az jó lehet az egészségügynek, mert kevésbé telnek meg a kórházak, viszont hogyha enyhülnek az intézkedések, akkor jó esélye több lesz a megbetegedés. A mostani hír az, hogy május 3-a után valamiféle enyhülés várható a korlátozásokban. Hogyan értelmezzük mindezt? Szóval, hogy mit lehet kiolvasni a mostani adatokból, görbékből? Most Cser Tamástól kérdezem ezt. Ugye a vírussal kapcsolatban annyi jó helyzet van azért, hogy a világban nem egyszerre történtek a dolgok. Ugye először Kínából indult, utána Koreában lehetett látni egy gyorsulást, és utána terjedt át Európába, először Olaszországba, és utána mindenfelé. És azért ez azt is jelenti, hogy a vírussal kapcsolatos tendenciákat már tudjuk nézni, vagy fel tudjuk használni azokat a tapasztalatokat, amiket a korábban megfertőzött területeken láthatunk. És ilyen szempontból érdekes, hogy mi van Kínában, nagyon érdekes, hogy mi van Koreában. Kínában azt lehet látni, hogy a kínai vezetés Wuhan városába, ami a kínai gócpont volt, ott drasztikusan vissza tudta szorítani a vírust, de ehhez arra volt szükség, hogy nagyon szigorú intézkedések, karantén intézkedések voltak életben, nagyjából másfél hónappal azután, hogy a vírus tetőzött. Európában azt látjuk, hogy jönnek most már azok a hírek több országból, hogy elkezdik a gazdaságot nyitni. Ez talán most már Ausztriában, Németországban például épp jelenleg is zajlik. Elkezdenek egyes korlátozásokat enyhíteni. De ezekben az országokban már nagyjából 3-4 héttel ezelőtt tetőzött a vírus az adatok alapján.
És ehhez képest Magyarországon inkább azt látni, hogy talán jó esetben most vagyunk a tetőzés környékén. Ilyen szempontból szerintem most még arról beszélni, hogy Magyarországon is kezdjünk lazítani az intézkedéseket, nekem némileg korainak tűnik, és magába hordozza azt a kockázatot, hogy a vírust, ha nem szorítjuk kellően vissza, és újraindítjuk az aktivitást, akkor egy újabb probléma lesz előttünk egy-két hónap múlva. Itt beszéltünk arról, hogy az ázsiai országokban hogyan kezelték ezt a helyzetet, és ha jól tudom, akkor van erről egy ábránk, ami pont a dél-koreai jó mintát mutatja, hogy milyennek a hatására tudunk egy kicsit mélyebben beszélni. Így van, készítettünk egy ábrát Koreával kapcsolatban, ami a koreai új fertőzöttek számát lehet látni, és azt lehet itt nagyjából megfigyelni, hogy a vírus vagy az új fertőzések tetőztek február végén, március elején, utána drasztikusan visszasikerült szorítani ezt. Ugye a koreaiak nagyon-nagyon sikeresek voltak abban, hogy és élen jártak a világba abban, hogy rendkívül sokat tesztelték a potenciális betegeket, és azonnal elkülönítették azokat, akik a vírus jeleit mutatták, és ez nagyon jól sikerült az ő esetükben. Március közepére drasztikusan leesett a fertőzöttek száma is, és azóta is elég alacsony, sőt egyre alacsonyabb szinten tudják tartani az új fertőzéseket. Most már ilyen napi 10-20 esetről lehet, vagy kapunk információt, amit figyelembe véve, hogy ez egy nagyjából 6-szor akkora ország népességben, mint Magyarország, nagyon-nagyon nagy eredmények. Még inkább biztató ezzel kapcsolatban az, hogy most már ezt a úgy tudják lentartani az új fertőzéseket, hogy nem kellett teljesen megfojtani a gazdaságot, egész normálisan fönn lehetett tartani a gazdasági aktivitást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon biztató példa a világ többi országai számára is, hogy lehet jól kezelni a vírushelyzetet, de így is kell csinálni mindenhol, ha azt akarjuk, hogy vissza tudjon térni legalább nagyjából az átlagos normális idők. Én azt látom, hogy sajnos a magyarországi megbetegedési adatok azok nem igazából hitelesek. Tehát mivel nagyon kevés a teszt, ebből hosszabb távú következtetés jelen pillanatban legalábbis a szakértőknek azon a része, akit szerintem kompetensnek lehet tekinteni, azok nem kötik teljes mértékben azt, hogy itt május 3-án valóságos csúcs érés lesz. Én azt látom a munkavilágát tekintve, hogy mi még csak a felemelkedő ágon vagyunk, hogyha a harangörvét nézzük. Egyre növekszik a munkanélküliség, egyre több cég kénytelen arra, hogy a munkavállalóit elbocsássa, és ennek köszönhető részben annak, hogy amit elhangzott példaként például Korea, ami egy fontos minta lehet, elképzelhető lenne az, hogy hasonló mintákat nézzünk meg Európai Unión belül, ahol számos olyan kormányzati intézkedést látunk és tapasztaltunk, amelyek érdemi munkahelyek megtartását eredményezte annak köszönhetően, hogy a kormányok úgy döntöttek, hogy nem különböző himbilimbi feltételekhez kötik a munkahelyvédelmi támogatást, hanem egységesen vagy sávosan, ez attól függ, hogy milyen megállapodást kötöttek a szociális partnerekkel, tehát a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel, annak érdekében, hogy tényleges munkahely megőrzés és megtartás legyen. Ha már most itt rátértünk arra, hogy melyik kormányzat mit tesz azért, hogy a gazdaságot megmentse, vagy majd megfelelően újraindítsa, akkor itt ismertek már valamennyire azok a gazdaságélénkítő lépések, amiket a magyar kormány tett, ez a bizonyos mentőcsomag. Úgy érzem a Székely Tamás szavaiból, hogy ezért kritikával illeti ezt valamennyire, vagy ennél többet vártak, jól gondolom? Ezt nagyon jól gondolja, és az elmúlt 24 óra különböző megnyilvánulásaiból mi azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a kormányzat a gazdaság mellett döntött, és nem az emberek mögött. Ez mit jelent pontosan? Az, hogyha itt május 4-én valóban kinyílik számos olyan, vagy lazul számos olyan intézkedés, amelynek következtében a magyar állampolgár ebből a kvázi szigorúbb intézkedési környezetből kiszabadul, akkor valóban az
tendencia fog megvalósulni, hogy minél többen fertőződjenek meg. Ez látszik egyébként a kórházi intézkedések területén is. És nagyon érdekes volt, amit Cser Tamás mondott Kínára és Koreára vonatkozóan, hogy ők a csúcstól számított másfél hónapon keresztül is szigorúan tartottak különböző gazdasági és munkavállalókat, illetve állampolgárokat érintő intézkedéseket, és ennek köszönhetően volt végül is meglátásom szerint érdemi fertőzés megállítás. Viszont a gazdasági mentőcsomagról még nem ejtettünk szót, ami ugye részben jelent járulék elengedést, vagy csökkentést, valamennyire bérkiegészítést, vagy támogatást, mindenféle hitelmoratóriumot, ugyanakkor halljuk a híreket, hogy más országok mit léptek, és van, ahol ennél masszívabb a támogatás, vagy mondjuk több mindenki fizetést kap akár az államtól egy hónapig, két hónapig, hol milyen mértékben. Ezek reális összehasonlítások, vagy mást várjunk még itt, vagy lenne szükség többre? Most így mind a kettőjüket kérdezem, akkor először maradjunk még Székely Tamásnál. Én azt látom, hogy azok a gazdaságok, ahol a kormányzat célirányosan megkülönböztetés nélkül bizonyos fix összegeket biztosított az állampolgárok számára, az sokkal több munkahely fog megmaradni hosszabb távon, mint ezzel a magyar hát igencsak kurcnak nevezhető intézkedési csomaggal. Hogy látja ezt pénzügyi elemzői oldalról, Cser Tamás? Alapvetően hasonló véleményen vagyunk, de készítettünk egy ábrát, ahol a költségvetési élénkítési csomagok mértékét lehet látni a világ legfontosabb gazdaságaiban. Egyrészt jelenleg, ez látszik a lila oszlopokkal, és hogy az utolsó nagy válságban, hogy volt ez 2008-2009-ben. Ez egy nagyon fontos látni, hogy a világ vezető gazdaságaiban egy szinte korábban elképzelhetetlenül nagy gazdasági élénkítés fog bekövetkezni. Ugye ez a gazdasági élénkítésben kapcsolatban mindenki dobálózik számokkal, és összeadnak különböző számokat, amik nem biztos, hogy összeadhatók. Itt az én ábrámon csak a költségvetési élénkítés mértéke látható, emellett ugye a jegybankok is nagyon aktívak a gazdaság élénkítésében mindenféle garanciavállalásokkal. Most ezek a stimulusok, ezen Magyarország nincs rajta, de Magyarország egyelőre a kommunikáció alapján egy ilyen 2% környéki gazdaságélénkítést hajt végre a fiskális oldalról, ami messze elmarad a fejlett országoktól, de még kisebb a régió többi országaihoz képest is. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyelőre mi is azt látjuk, hogy Magyarország ebbe inkább kullog a többi ország után, és nem mer nagyot lépni, vagy bátrabban ellensúlyozni a vírus negatív hatásait. Erről azért is fontos erről így beszélni, mert azt gondoljuk, hogy egyébként bőven lenne lehetőség arra, hogy Magyarország máshogy reagáljon erre a helyzetre. Erre készítettünk még egy ábrát, amin a nettó külső adósságok alakulása látható Közép-Európában. Ezeken a vonalakon azt lehet látni, hogy mennyire van egy-egy ország a világ többi része felé eladósodva. És itt, ha most Magyarországra koncentrálunk, ez a bordos lilás vonal, akkor azt lehet látni, hogy míg az előző válság idejében, 2008 környékén Magyarország nagyon el volt adósodva a világ többi része felé, ezért akkor nagyon limitált volt a mozgástere arra, hogy élénkítse a gazdaságot. Ugye nyakig ültünk svájci frank lakáshitelekbe, a vállalatoknak is devizahiteleik voltak. Ebben a helyzetben ott, ha nagyon élénkített volna a magyar gazdaság, akkor azt veszélyeztette volna, hogy a forint nagyon elgyengül, és ez annyira fölértékeli a meglévő hiteleket, fölnagyítja őket, hogy csak még nagyobb problémát okoz. Azonban az elmúlt 10 évben teljesen megváltozott a helyzet, köszönhetően a magyar gazdaság, magyar külkereskedelem jó teljesítményének és a növekvő uniós támogatásoknak, gyakorlatilag Magyarország visszafizette, eltüntette a nettó külső adósságát. Ez azért nagyon kedvező, mert teljesen máshogy állhatnánk most már hozzá ehhez a válságkezeléshez, mint az előzőhöz. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy jóval nyugodtabban költsön a magyar állam, akár a jegybank finanszírozási segítségét is igénybe véve, és ugye az, hogy a válságból a gazdaság milyen gyorsan fog felállni, abban nagyon fontos szerepe van annak, hogy mennyire tudjuk megőrizni a munkahelyeket, mennyire tudjuk megakadályozni, hogy csődbe menjenek a vállalatok, és hogy sok ember elveszítse az állását.
itt nagy szerepe lenne az államnak, kormánynak. Közben megjegyezném, hogy az olvasóink, ha követik a beszélgetést, akkor interaktívan nyugodtan kérdezhetnek, és akár kommentben beírhatják a kérdésüket, és amennyiben olyan, hogy releváns és a beszélgetésbe bekapcsolható, akkor fel is tesszük azt a szakértőknek, és igyekszünk választ adni rá. Most itt szó volt a 2008-as gazdasági válságról, és ez az egyik ilyen történelmi múltból előhozható esemény, amihez gyakran hasonlítják a mostani helyzetet, a másik akár a spanyolnátha körüli időszak, mert hogy az meg egy hasonlóan egészségügyi vészhelyzet volt. Mennyiben lehet összevetni egyébként ezeket az időszakokat, hogy felhasználhatunk-e valamilyen tapasztalatot azokból a válságokból? Itt most megint csak mind a kettőjükhöz szól a kérdés, de akkor maradjunk most először a gazdasági vonalon, és akkor nézzük a Cser Tamás válaszát. Ugye a spanyol nátha az olyan szempontból hasonlítható a mostani helyzethez, hogy az egy egészségügyi probléma volt szintén. Ugyanakkor szerintem gazdaságilag nagyon nehéz elemezni, mert ez egybeesett a első világháború végével. És itt a világháborúk idején annyira fölborulnak a gazdaságok, hogy a hadigazdaságban, hogy ott igazából értelmezni, hogy mit okozott a gazdaságban maga a vírus, mi volt a háború vége, utána a katonák hazajövete, stb. Ez nagyon nehéz. A 2008-9-es válságot azért tudjuk valamennyire elővenni, mert ez az utolsó olyan válság, ami még élénken az emlékünkbe él, és egy kellően nagy válság volt globálisan, az elmúlt 30 év legnagyobb válsága. De azért annyiban én mindenképp másnak látnám a helyzetet, hogy itt most arról beszélhetünk, hogy egy külső sok éri a mindennapjainkat, és így a gazdaságot is, egy egészségügyi sok, és ez nagyon más, mint az a tipikus gazdasági válság, ami jellemzően a gazdasági bizalom megrendüléséből fakad, és ezért más tud lenni a fölállás is. Itt most persze ezek lesznek a legfontosabb kérdések a fölállásra kapcsán, hogy például milyen gyorsan lesz valami gyógyszer vagy vakcina a vírussal kapcsolatban. Ha például gyorsan lenne egy ilyen, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon gyors fölállás és majdnem teljes fölállás lenne ebből a válságból, mert tulajdonképpen akkor szinte varázsütésszerűen másnaptól kezdve mindenki úgy viselkedne, mint előtte, és még nem keletkezett eddig annyira nagy kár szerintem a gazdaságban, hogy ebből ilyen nagyon sok évig elhúzódó mély következmény legyen. Azonban, ha nincs gyors megoldás, és hát azért egyelőre most még ezt itt nem látjuk, hogy lenne, minél tovább megyünk az időbe, és minél több ember veszti el az állását, minél több vállalat kerül csődbe, annál inkább kezd hasonlítani majd a válságnak a lefutása, akár egy ilyen korábbi gazdasági bizalomvesztéshez, mert ott már akkor arról lesz szó, hogy nem szimplán az a baj a gazdaságban, hogy félünk kimenni az utcára a vírus miatt, hanem már félni fognak az egyes gazdasági szereplők attól, hogy megmarad-e a munkahelyük, az a partner, akivel esetleg dolgoznak, ő fizetőképes lesz-e, a lakásárak nem esnek ele nagyon, és a többi. Jönnek olyan új második, harmadik körös visszacsatolások, amik mélyítik a válságot. A munkahelyek elvesztése az összem kulcskérdés volt 2008-2009-ben is, akkor is igen sokan veszítették el az állásukat, és ezzel a problémával sajnos már most is szembesülni kell. Mai hír, hogy a Bosch 800 alkalmazottjától fog megválni, és egy hét ezelőtt pedig azt hallhattuk, hogy a Spar elküldi azt a 900 dolgozót, akiket pont a járványhelyzetben vett föl, mert hogy a különadóval sújtja őket a kormányzat. A munkahelyek szempontjából mennyiben hasonlatos ez a helyzet a 2008-as, az mekkora a baj most? Én nagyon sok hasonlóságot látok, és nagyon jó volt ez a gazdasági elemzés és összehasonlítás a két kvázi válsággóc meghatározása szempontjából. A munka világát érintve én ezt egy picit szorosabban, párhuzamosan látom. Mind a két eset, a 2008-2009-es és a mostani helyzet is lehetőséget teremt a munkáltatók számára, nagy globális cégek számára arra, hogy teljesen átalakítsa az eddigi struktúráját. Legyen az szervezeti struktúra, legyen az humán erőforrás struktúra. Ennek köszönhetően, ami most kialakult válság indok, például több helyen az tapasztalható, hogy bizonyos digitalizációs beruházásokat nagyon gyorsan fölpörgettek, előre fognak hozni, és az ennek köszönhető létszám leépítést most rá fogják kenni
a vírus által okozott válságra, és tulajdonképpen abban a szempontból előnyt próbál minden hasonló gondolkodású munkáltató vagy cég kovácsolni, hogy egy teljesen más struktúrával induljon el, abban az esetben, hogyha ez a válság lecseng. A mostani helyzet az azért is nagyon speciális, mert hogy nem csak mi vagyunk bajban, hanem gyakorlatilag a világ összes országa, vagy mindenütt valamennyire felütötte a fejét ez a koronavírus, és mindenhol kihat ugyanúgy a gazdaságra. Ráadásul azért Magyarország elég erősen kitett a külföldi piacoknak, és nagyon sok függ attól is, hogy külföldön mi a helyzet, vagy ezt gyakran halljuk legalábbis, hogy pont mondjuk az autóipar kapcsán, de hogy a mai hírekből is ugye ez jött le, hogy a Bosch elküld alkalmazottakat, az pont azzal függ össze, hogy visszaestek a megrendelések, és hogy baj van ebben az iparágban. Ez mennyiben rontja a mi helyzetünket most, hogy van ilyen nagy külföldi kitettség? A magyar gazdaság erősen függ a külföldtől, vagy ez most pont, hogy egy ilyen együttmozgás, és teljesen mindegy lenne? Ezt most Cser Tamástól kérdezem. Ugye valóban Magyarországot általában úgy szokták jellemezni a közgazdászok, hogy egy kis nyitott gazdaság. Azt jelenti, hogy nagyon fontos szerepe van itt nálunk annak, hogy mi van a világban. Ugye a magyar export az szinte összemérhető a gazdaságunk egészének méretével, tehát nagyon nagy kitettségünk van a külföldre. Ez persze azt jelenti, hogy majd ha akár külföldön javulnak a dolgok, az segíthetik a magyar helyzetet is, de jelenleg gyakorlatilag ott tartunk, hogy szinte az egész világban egy legállás van, és ez itt biztos, hogy nem segít. Főleg azért nem, mint ahogy ön is említette, Magyarországnak elég nagy a kitettsége az exporton belül is az autóiparra, és alapvetően a ciklikusabb, nagyértékű termékekre, amiknek ilyenkor a fogyasztása még hatványozottabban esik vissza, mint mondjuk a élelmiszeripari termékek, úgyhogy semmiképpen se kedvező a helyzet. Itt az autóipar az egyik, amit említettünk, de és hogy vannak olyan városok, amik kimondottan erre épülnek, vagy igen sok munkavállaló ott dolgozik, ha most a győri Audira vagy a kecskeméti Mercedesre gondolunk, vannak még ilyen szektorok, vagy ilyen gyárak, ahol a pont, hogy tartanunk kell attól, hogy elbocsátások lesznek, mert beüt a válsághelyzet? Hát ugye a turisztika az teljesen lenullázódott, és látszik az, hogy sajnálatos módon a kormányzati gazdasági stratégia itt megint léket kapott, hiszen azzal, hogy a magyarországi gazdasági struktúra nagyon jelentős mértékben az autóiparra összpontosít, ez egy nagyon-nagyon komoly elhibázott lépés. Ha megnézzünk más szektorokat, legyen az a vegyipar, a gyógyszeripar, az a mai napon is 100-120%-ban üzemel, és én azt gondolom, hogy elsősorban, és talán ez a válság segíthet abban, hogy a kormányzat korrigálja a korábbi rossz döntéseit, és olyan beruházásokat hozzon Magyarországra, olyan beruházásokat támogasson, legyen az magyar, vagy akár külföldi, amely sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz, így egyébként a munkahelyek biztonsága az oktatáson keresztül biztosítható egyrészt, másrészt pedig, amit Cser Tamás is nagyon jól elmondott, hogy olyan gazdaság alapot kellene teremteni a beruházások tekintetében, amely olyan cégek jönnek ide, ahol akik nem elsősorban a különböző ciklikus keresletre épülő termékeket gyártanak. Itt szó volt már a gazdasági élénkítő tervekről, meg arról is, hogy összefüggés van azért ezek között abban is, hogy mikor születnek meg az intézkedések, vagy mikor vannak a korlátozások, mikor oldják fel őket. Az alablogon olvastam korábban egy elemzést arról, vagy egy bejegyzést, hogy a környező országoknak az intézkedéseivel hasonlították össze a magyar intézkedéseket, és hogy itt a régióhoz képest, mintha valamivel később érkeztek volna a konkrét lépések. Ez befolyásolja például a gazdasági helyzetet? Vagy hogy most az, hogy ha viszont túl hamar történik nyitás, akkor az ugyanúgy kihathat a gazdaságra? Ez egy összetett kérdés volt, ugye szerintem válaszuk ketté, mert a túl hamar nyitás az egy másik problémakör, de természetesen most itt ilyenkor a válságkezelésben szinte a legfontosabb az időfaktor. Ha valamit meg akarunk tenni, támogatva a gazdaságot, azt minél hamarabb meg kell tenni, mert a vállalatok is gyorsan
döntenek, hiszen kényszerhelyzetben vannak. Nem lehet hónapokon át azon gondolkozni, hogy adjunk-e támogatást a vállalatoknak a munkahelyek fönntartására, mert már nem fognak létezni azok a vállalatok, akiknek utána a támogatást megadnánk. És valóban úgy érezzük, hogy Magyarország ebbe a régióhoz képest egy kicsit hezitálva, vagy korlátozottabban lépett, több korlátot adott ezekhez a bértámogatásokhoz, szűkebb körűen indította el őket, lehetett volna ezt gyorsabban, bátrabban, szélesebb körűen. A régiónk meg egyébként is ebben lemaradóban, vagy kisebb méretekben lépett szerintem, mint a fejlettebb országok. Az, hogy gyorsan nyitunk újra, az inkább szerintem annak a kérdés, az próbálja segíteni a gazdaságot, csak azzal a kockázattal jár, hogy vissza kell fordulni belőle. Hogyha a munkavállalói oldalt nézzük, akkor most itt főleg a nyitás lehet még érdekes, mert azt már megéljük, hogy milyen az, amikor mondjuk korlátozva van az, hogy lehet-e menni dolgozni, vagy inkább home office-ba kényszerülünk, és hogy esetleg vannak, akik pont a munkájukat veszítik el, amiatt, mert adott szektorban így nem lehet fenntartani a vállalkozást vagy a céget. De mi a helyzet azzal, hogy álljunk ahhoz, hogy mikortól lehet újra dolgozni, mert biztos vannak olyan munkavállalók, akik már alig várják, hogy újra visszatérhessenek a valamennyire normális hétköznapokba, de vannak olyanok is, akiknek a biztonság lenne elsődleges, hogy ha már visszaáll az élet, akkor lehetőleg garantált legyen a biztonságos munkavégzés. Mi az önök álláspontja, mit tartanának optimálisnak, kérdezem a Székely Tamástól. Hát ez egy kettős kérdés, hiszen ugye egyszer van egy gazdasági rész, és van egy társadalmi, és inkább én azt gondolom, hogy egészségügyi szakmai kérdés vonala. Nyilvánvaló, hogy a gazdaság jelen pillanatban azt diktálja, és a kormányzat szerintem emellett döntött, hogy minél hamarabb induljon be a termelés, és induljanak el a cégek a normális kerékvágás felé. Nyilván, hogy ebben a turizmus le fog lassulni, hiszen nem lesz egyik napról a másikra tele minden szálloda. Az is kérdéses egyébként, hogy az egyes cégek hogyan jutnak az alapanyaghoz, mert nagyon sok helyen ma, jelen pillanatban az alapvető probléma az, hogy munkavállalók vannak, kapacitás van, de bizonyos országokból nem jönnek az alapanyagok, ezért nincsen a megfelelő kapacitás kihasználásával kielégítve adott esetben a megrendelés. Ez egy dolog. A másik kérdés az, hogy egészségpolitikailag melyik a jó megoldás. Én azt látom, hogy most egy hatalmas nagy fordulat van, és inkább az a szakmai érv győzedelmeskedik, amely azt mondja, hogy május 4-től próbáljunk meg lazítani, inkább fertőződjenek meg minél többen. Ez látszik, hogy erre most az egészségügyi háttérintézmények fölkészültek, és minél gyorsabban essünk túl annak érdekében, hogy a gazdaság visszakerüljön abba a stádiumba, ami végül is a válság előtti, vagy az egészségügyi válság előtti helyzetben volt. Ezt igazolja egyébként Cser Tamásnak az eddigi álláspontja is. Hogy pontosan majd hogy alakul meg, hogy lesz, akkor a következő hetekben láthatjuk meg, lehet, hogy vissza is kell majd térnünk egy újabb ilyen elemzőkörre, és nagyon sok, amellett, hogy nagyon sokan azt kérdezik, hogy meddig tart majd a járvány, a második gyakori kérdés az, hogy lesz-e gazdasági válság, vagy már inkább az a kérdés, hogy mekkora gazdasági válság lesz, mert az egész biztos, hogy valamiféle rosszabb időszak jön. Mik a pesszimista és mik az optimista kilátások? Most Cser Tamást kérdezném ismét. Yeah. Van egy ábránk, ahol a GDP növekedési várakozásokat raktuk össze. Yeah, ezt a várakozást az IMF készítette két héttel ezelőtt, már a vírus közepette. De hát ugye teljes a bizonytalanság, tehát hogy konkrétan ezek a számok pontosan mekkorák, az elképesztő bizonytalanság övezi, de az már most látszik, hogy valószínűleg arról beszélhetünk, hogy ez a válság ez sokkal nagyobb lesz, mint a utolsó 2009-es válság, ami szintén egy nagy válság volt. Ugye itt ilyen zöldeskékkel lehet látni nagyobb gazdaságoknak az akkori visszaesését. USA-ban 2,5%, Eurózónában 4,5% volt, Magyarországon 6,7%, és illával lehet várni, vagy látni, hogy az IMF mit gondol most reálisan erről a válságról. És az IMF itt nagyjából persze nem ismerik tökéletesen a feltételezéseit, de alapvetően azt tette föl, hogy ugye most szinte karanténban van az egész világ,
borzasztó rossz lesz a második negyedév, de utána a negyedév folyamán fokozatosan elindítják, vagy visszafogják ezeket a korlátozásokat, és a gazdaság úgy, ahogy talpra áll, ha nem is teljesen, hiszen például, ahogy Tamás is említette, a turizmust és az olyan szektorokban, ahol ami sok ember érintkezésén alapul, a szolgáltató szektorba, mindenféle rendezvényeket, stb. Ezek biztosan nem fognak tudni még egy ideig így elindulni, egészen addig, amíg nincs tartósabb megoldás a vírusra. Tehát azt lehet látni, hogy ez a válság biztos, hogy nagy lesz, és ez a szenárió, amit így az IMF mutat, ennél lehet sokkal rosszabb is, hogyha az újranyitás túl gyorsan történik, nem sikerül jól lekövetnünk azt a példát, amit a koreaiak csinálnak, hogy nagyon sokat tesztelnek, és megpróbálják izolálni rögtön a fertőzötteket, és így hagyni, hogy a gazdaság jól működjön. Ha újra vissza kellene hozni azokból az intézkedésekből, amik most zajlanak, akkor ennél is sokkal tragikusabb lesz a helyzet. Akkor ez a mínusz 3,1%, ez lehet lényegesen rosszabb, meg esetleg kicsit jobb is. Hát igen, én azért inkább az a baj, hogy én azt gondolnám, hogy inkább rosszabb lehet. Ebből a szempontból ezek nem a mi várakozásunk, hanem az IMF-e, és mi pessimistábbak vagyunk a Magyarország kapcsán. Pontosan azok miatt, amit eddig is beszéltünk, amit a Tamás is elmondott, hogy Magyarországon egyelőre a gazdasági élénkítésbe messze elmarad a fejlettebb országtól, vagy attól, amit tehetne, emiatt mi nem érezzük indokoltak. Nem tudjuk, hogy az IMF ezt jó figyelembe vette, vagy ezekkel mit gondol, de szerintünk a magyar visszaesés ennél nagyobb lesz, és nem nagyon látom az okát, hogy miért legyen kisebb, mint mondjuk Nyugat-Európában. A kormányzat az elsősorban munkahelyteremtéssel, gazdaságélénkítéssel számol, vagy ez a terv így a megoldásként a következő hetekre, hónapokra, és például még olyan intézkedést is hoztak, hogy a nyelvvizsgához könnyebben hozzájuthatnak az egyetemisták, mindazok, akiknek még ezen múlik a diplomájuk, mert hogy sok diplomás munkaerőre lesz szükség a következő időszakban. Így látják ezt a szakszervezeteknél is, hogy most robbanásszerűen szükség lesz a diplomás munkaerőre, vagy bármilyen munkaerőre? Ez az intézkedés is, és a bluffnek a része. Tehát miközben folyamatosan azt halljuk, hogy fantasztikus intézkedéseknek köszönhetően munkahely százezrek fognak megmenekülni, ezzel szemben azt látjuk, hogy semmiféle érdemi intézkedés nincsen a tényleges munkahelyek védelme érdekében, és az, hogy már elnézést kérek, de hogy a jogosítványt most kedvezőbben tudják megszerezni a fiatalok, vagy ne adj Isten, akik korábban le kellett volna tenni a nyelvvizsgájukat, mert kötelező volt előírás szerint a nyelvvizsga a diplomához, most ezt kvázi amnestiát kapnak, ez szerintem semmi köze nincsen válságkezeléshez. Ez láttatja egyébként azt, hogy sokkal intenzívebben kéne fókuszálni a tényleges problémákra. Itt találtunk egy olyan kutatást, ami ugyan nem kimondottan a koronavírus járványhoz kapcsolódik, de van benne egy érdekes kérdés, és az arra adott válaszok az talán itt a mostani témákhoz is kapcsolhatóak. Ugye az volt az egyik kérdés, hogy az ön melyik hármat tartja ezek közül a legnagyobb problémának az utóbbi 10 év kormányzásából, és rengeteg mindent felsoroltak, és a harmadik helyen végzett az, hogy kiszolgáltatottak az emberek a munkahelyeken a munkáltatóknak, még az alacsony fizetések is jóval hátrébb kerültek ehhez képest, erről van is egy ábránk. Mit tudunk ehhez hozzátenni szakszervezeti oldalról, kérdezem Székely Tamást, hogy láthat egy kutatás is kimutatja, hogy a munkahelyi bizonytalanság vagy a kiszolgáltatottság az igen érzékelhető, ez a mostani helyzet, ez valószínűleg még rontani tud rajta. Pontosan, hát mi nap mint nap ezt tapasztaljuk, és ezért is vagyunk egy kicsit, hogy mondjam, ingerültebbek vagy türelmetlenebbek, mert mi nem az íróasztal mögött tevékenykedünk, hanem számos kolléga információja alapján próbálunk segíteni a különböző bajba jutott kollégáknak, mert nagyon-nagyon komoly a baj. Tehát itt tömegesen kerülnek munkavállalók utcára, ráadásul a jelenlegi szabályozás mindösszesen 90 nap álláskeresési támogatást biztosít, és a mi tapasztalataink most az, hogy a
kormányhivatalok is elég nehezen tudják a különböző álláskeresési kérelmeket feldolgozni. Ennek következtében, akik most elveszítik az állásukat, sokkal később fognak effektíve pénzhez jutni, ami további problémát fog jelenteni. Tehát még egyszer mondom, ez a kutatás is azt erősíti, amit többen mondanak, legyen azok közgazdászok, szakszervezeti kollégák, vagy ne vagy Isten olyan munkáltatók, akik tényleg azt érzik a hátukon, hogy semmiféle segítséget nem kapnak a jelenleg nagyon komoly válságban. Van egy dolog, ami viszont sokkal olcsóbb lett, és könnyebben hozzáférhető akár, hogyha most valaki szeretne hozzájutni, az az olaj, és ilyen módon a benzin is. Bár most, hogy ugye korlátozó intézkedések mellett élünk, viszonylag kevesen akarnak messzebbre utazni, és ritkábban tankolnak a benzinkutaknál. De ez az olajár csökkenés, ingadozás, ez hogyan befolyásolja a mi életünket, és mit jelent ez ránk nézve, ezt most Tamástól kérdezem én ismét. Ugye, itt a sok rossz dologban, ez talán Magyarországon fogyasztóként egy pozitív dolog, hogy miután nagy gazdasági válságba megyünk bele, és a társadalom nagy része a világban jelenleg az otthonához van kötve, történelmileg elképzelhetetlen mértékben omlott össze az olajkereslete. Ugye, általában nagyjából 100 millió hordó olaj fogy el a világon, és ez jelenleg leesett valahol 60-70 millió hordóra. És ehhez képest ugye azért a kitermelés az olajnak az rugalmatlan, az nem tud ilyen gyorsan reagálni, és borzasztóan nagy túlkínálat jelentkezett, vagy keletkezett a világon, ami miatt már az évelején valahol 60 dollár környékén volt az olajára, mostanra 20 környékére esett, sőt ennél is extrémebb dolgok történtek a tőkepiacon, mert hogy annyira nagy a túlkínálat, és annyira telnek meg a kapacitások, hogy rövid távon már nagyon nagy kérdés, hogy hova tegyék ezt az olajfölösleget, és a rövid lejáratú olaj határidős ára teljesen összeomlott a múlt héten, vagyis most a hét első napjában olyan fordult elő, hogy negatívba ment az olajára a tőzsdéken, ilyenre soha nem volt példa. Egyszerűen fizetnek annak, aki valahogy hajlandó elszállítani az olajat Oklahomából, Cushingból, ahol már nem tudnak mit kezdeni vele. Ez inkább csak egy érdekesség, ez a negatív olajár, ez egy negatív, ez nem érinti a mindennapokat, de mindez azt jelenti, hogy annyira sok készlet keletkezett, hogy már amikor újra fog indulni a gazdaság, és ha nem is teljes aktivitásra, de 80-90%-os aktivitásra visszaérkezik a világ, még tartósan alacsonyabb olajára lehet számítani a korábbiak, nem egy kicsit segíti azokat, akiknek ez fontos. Van-e bármilyen pozitív hír a munkavállalók számára, vagy látunk-e olyan tanulságot, amit érdemes továbbvinni a későbbi időszakokra, ebből az egész válsághelyzetből, járványhelyzetből? Ezt most Székely Tamástól kérdezem. Én azt látom ott, ahol a munkavállalók, a munkáltatók, tehát a cégek komolyannak tekintik a szociális párbeszédet, a szakszervezetekkel, a munkavállaló érdekképviseletekkel, hogy sokkal könnyebb adott esetben mind a pandémiás problémák megkezelésében, mind pedig a munkahelyvédelmi kérdésekben megállapodni. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Ott, ahol a szakszervezetek működnek, és ne adj Isten feszültség van, ott problémák vannak, de a legnagyobb problémák ott keletkeznek, ahol nincsen semmiféle érdekképviselet, és a munkáltatók szabadán garázdálkodhatnak, és ezt idézőjelben mondom, a munkavállalók kárára. Tehát ez mindenféleképpen egy fontos következménye, de ugyanezt tapasztaltuk egyébként a 2008-2009-es válság idején is. Mi a helyzet azzal, hogy most a home office intézménye, ez az otthonról dolgozás, ez egy ilyen általánossá vált, és sok helyen esetleg fel is ismerték, hogy ez is egy működőképes verzió? Nagyon sok helyen egyébként a szakszervezetek megállapodtak magának a home office működtetésének a kereteiben, hiszen nagyon sok olyan kérdés is felvetődik a home office működtetése során, ami erre eddig nem volt igazából tapasztalat. Tehát például mi történik akkor, hogyha a munkavállaló otthon balesetet szenved, akkor az munkahelyi balesetnek tekinthető vagy sem. Számos ilyen kérdést egyébként bizonyos megállapodások szabályoztak is egy-két cégnél,
de én azt látom, hogy valóban, ahogy az oktatás esetében látjuk a távoktatásnak a fejlődését egyik napról a másikra, úgy azt gondolom, hogy a home office lehetősége is adott esetben az atipikus munkavállalás körében egy újabb eszköz lehet annak érdekében, hogy a foglalkoztatást biztosítsuk Magyarországon. Mi várható egyáltalán, ha egy kicsit előre tekintünk, meg főleg akár világgazdaságra kitekintve, lesz-e valamiféle átrendeződés, tartós válság a keleten nézünk, ezt egy kicsit érintettük már, de ami leggyakrabban így modellezi mindezt, az, hogy a tőzsdei piacokon is mi várható, vagy milyen görbéket látunk ott lefelé-felfelé menni. Ez ugyan a mi közvetlen életünkre nem biztos, hogy hatással van, de valahol mégis érezzük meg riasztóan hat, amikor azok a hírek érkeznek, hogy bezuhant a tőzsde. Van-e ebben valami, ami elmondható akár pozitív reménysugárként a jövőre nézve, kérdezem Cser Tamás. Igen, van egy ábránk a fő tőzsdeindexek alakulásáról itt a vírus alatt, és azt lehet látni rajta, hogy nyilván a vírus az elképesztően gyorsan állította meg a gazdaságot, és ez lejátszódott a tőzsdéken is. Ilyen sebességgel ekkora tőzsdei összeomlás soha nem volt a történelemben, legalábbis amit ismerünk jól adatokból. Gyakorlatilag egy másfél hónap alatt a tőzsdék a világba jellemzően 35-40%-ot veszítettek az értékükből, és a részvények, bocsánat, ennyit értékelődtek le. Ennél voltak nagyobb esések már korábbi válságoknál, de ilyen gyorsan nem. Március közepén volt nagyjából a piacok mélypontja, vagy második felébe, nagyjából egybeesve azzal is, ahogy Olaszországban elkezdett tetőzni a fertőzöttek száma, és elkezdett egy kicsit jobb hírek is jönni a vírus oldaláról, hogy talán sikerül megfékezni, és a tömeges halálozás réme egy kicsit távolabbra került. És azóta van egyfajta fölállás a tőkepiacokon, leginkább az amerikai piacon, ami már visszajött, már kevesebb, mint 20% mínuszba tartozik a vírus előtt óta. Ehhez képest a Európa és még inkább Magyarországon a Bux Index sokkal kevésbé tudott talpra állni. Ez alapvetően szerintem annak köszönhető, hogy nálunk elég felül reprezentált a tőzsdén két nagy ciklikus vállalat, az OTP és a MOL, és ezeket az átlagosnál jobban érinti a vírus, mármint súlyosabban érinti, mint az olyan stabilabb ágazatokat, mint például az élelmiszeripar vagy a gyógyszeripar. Amit itt azért el lehet talán a jövővel kapcsolatban mondani, hogy összességében ahhoz képest, hogy milyen nagy a gazdasági összeomlás, nincs olyan nagy tőzsdei összeomlás. És hogy mi az oka ennek, lehet, hogy egy picit csak túl rövid távon optimisták lettek a befektetők, de van-e mögött egy olyan fajta gondolkozás is, hogy az, amit látunk válságkezelés címén is a világban, az is példanélküli. Tehát példanélküli ilyen nagy válság, egy példanélküli ilyen nagy válságkezeléssel szembesül, soha nem költöttek ilyen bátran a költségvetések. Most nem Magyarországról beszélek, ezért beszéltünk többet, hogy itt sajnos ez nem igaz, de a világ szintjén válságkezelésre, mint most. És ennek azért lesznek tartós következményei. Leginkább az, hogy a világban eddig is sok adósság volt, de most még sokkal több lesz. És ha túl vagyunk a válságon, akkor ezt a megemelkedett adósságot alapvetően már valószínűleg úgy lehet csak csökkenteni, ha inkább inflációt tudnak csinálni a világba, és eközben lentartják alacsonyan a kamatokat folyamatosan, mert ez lecsökkenti, leértékeli a gazdaságba, a költségvetések, a államadóságnak a reál értékét. És a befektetők valahogy ezt is próbálják találgatni, hogy egyrészt van egy borzasztó rövid távú teljesítmény, az idei év az elképesztően rossz lesz a vállalatok nyereségessége szempontjából, de utána, ha valahogy túl leszünk a víruson, akkor egy olyan világ fog minket köszönteni, ahol még nagyon sokáig nem lesz kamat, nem lesz a banki betéteken érdemi kamat, nem lesz az állampapírokon, és közben lehet, hogy lesz egy nagyobb infláció, és egy ilyen környezetben a vagyonoknak a reál védésére inkább alkalmasak lehetnek majd a részvények, mint az állampapírok vagy betétek, ami biztos, hogy reál értelemben vagyonvesztést fognak elszenvedni. Uraim, tudunk-e valami pozitívat mondani még zárásként, hogy ne ijesszük-e teljesen az olvasóinkat, nézőinket, hogy vár-e még valami jó ránk a következő hónapokban, hetekben, mert hát, hogy így, amiket eddig beszéltünk, abból úgy nehéz kihámozni, lehetnek talán pozitív előjelek is, de azért nagyon sok az olyan
hír, ami arra utal, hogy számolni kell munkanélküliséggel, munkahelyek elvesztésével, gazdasági válsággal, akár gyengülő forinttal. Mibe tudunk kapaszkodni? Mi az, amit önök mondanának, akár a családtagoknak, barátoknak, hogy mi az, ami optimizmusra adhat okot? Én azt gondolom, hogy a munkavállalók leleményessége az egy fontos dolog, és az is egy optimizmus, amit a napokban mi tapasztalunk, hogy a szakszervezetek iránt megnőtt az érdeklődés, és ez egy pozitív dolog, hiszen most már a munkavállalók egyre szélesebb köre érzékeli azt, hogy egyedül nem fognak tudni bizonyos kérdéseken, problémákon túllépni, és ezért fontos az, hogy ha valaki segítséget tud nyújtani, az a szakszervezet. Gazdasági oldalról? Ugye azért azt szerintem az mindenképp pozitív, hogy globálisan nagyon nagy élénkítési csomagokat jelentettek be, sokkal jobban kezelik, és sokkal agresszívebben próbálnak ellene tenni a válságnak, mint korábban. Én azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen biztató. Azért egészségügyileg is biztató, hogy a legrosszabb, legaggasztóbb forgatókönyv vagy helyzet az volt, amikor azt lehetett látni, hogy a vírus csak terjed, telnek be a kórházak, és attól kellett rettegni, hogy mindenhol túlcsordulnak gyakorlatilag az ágy vagy lélegeztető kapacitások, és egyre inkább emberek azért fognak meghalni, mert nem csak, hogy elkapták a vírust, hanem egyszerűen nem tudnak ápoláshoz hozzájutni. Most azért erről az oldalról az elmúlt pár hét azért ugye a világban biztató. Annyit már látunk, hogy szigorú intézkedésekkel vissza lehet szorítani a vírust. Most már Olaszországban is jelentősen esik a intenzív osztályon lévő betegek száma, tehát meg lehet akadályozni a hatalmas egészségügyi katasztrófát, és van egy koreai példánk arra, hogy akár tartósan is ezt a helyzetet, még akkor is, ha nincs orvosságunk vagy oltásunk, kordában lehet tartani egy elfogadható gazdasági élet mellett. Hát ezt a példát alkalmazni kéne. Ezzel kapcsolatban hát persze az nem néz ki jól, ahol jelenleg tartunk, de itt van egy példa, ezt át kéne venni, és csinálni kéne, és ezzel így szerintem egész jól el lehetne húzni az időt addig, amíg tartós megoldásunk nincsen a vírusra. Reméljük, hogy mire pár hét múlva visszatérünk esetleg egy újabb elemzésre, mindkettőjükkel addigra valamilyen pozitívumot még tudunk hozzátenni, és akár azt, hogy milyen remekül működik ez a bizonyos dél-koreai példa nálunk is. Köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottak, és megválaszolták a kérdéseinket. Karanténinfóval legközelebb jövő héten jelentkezünk, akkor az oktatás lesz terítéken, elsősorban az érettségi kérdése, mert ez elég sok mindenkit érint, akár tanárról, diákról, hozzátartozóról legyen szó. Tartsanak velünk akkor is, most pedig mindenkinek további szép napot kívánok, köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen!